Folytatjuk a Miért Hallgass című sorozatot. A mai epizódban arról lesz szó, hogy miként gazdagíthatja a keresztény könnyűzenés szolgálatunkat a hangszer nélküli tisztán énekes akapella zenék hallgatása. Tartsatok velem! Amikor hangszer nélküli éneklésről beszélünk, akkor nekem az első dolog, ami eszembe jut, az egy kórus. És itt rögtön van is kapcsolódás az amatőr keresztény könnyűzenés gyakorlathoz, ugyanis például a katolikus egyházban nagyon gyakori, hogy a templomi zenei szolgálatot egy úgynevezett gitáros kórus végzi, és egy-két gitár, esetleg dallamhangszer és mellette kórus ének. Magyar, hazai példát most ide nem vágnék be, de például egy csomó külföldi dicsőítő zenekar is úgy működik, hogy a teljes zenekari megszólalás mellett kórus is van, mutatok egy példát. Ahogy ezen a felvételen is hallható, a kórus a többszólamú ének egy nagyon erős hangszerelési eszköz tud lenni. Egy tömött, vastag, dús hangzású énekkar több hangszernyi húsit is tud helyettesíteni adott esetben. Viszont, amikor többszólamban énekeltek, akkor is figyeljetek rá, hogy a hívek, a közösség, a veletek éneklő emberek számára a főének dallama kivehető és követhető legyen, és hogy a többszólamú éneklés ne váljon öncélúvá, és ne gátolja a közös éneklést, mondván, hogy nem ismerjük a szólamokat, hanem segítse azt, mondván, de jó, szebbé teszik, amit itt a padban énekelek. Itt a dicsőítős példában egyébként volt a kórus mellett egy vezető énekes is, aki egy külön mikrofonban énekelt, és az általam bemutatott részen egyébként már mindenféle kanyargot meg díszített, de a dal további, korábbi részeiben egyébként az volt a feladata, hogy a nép számára követhetővé tegye a főéneket, és elősegítse a közös éneklést. Még hozzáteszem azért, hogy ahhoz, hogy jó többszólamú megszólalásokat tudjatok létrehozni, az nyilván nem árt, ha van a csapatotokban egy zeneelméletből átlagnál kompetensebb személy is, de még ha nincs is ilyen, és még csak érdeklődtök ebben az irányban, vagy szeretnétek kicsit tapogatozni e felé, akkor például a YouTube tele van úgynevezett ilyen barbershop tagekkel, amik ilyen félperces, egyperces négy szólamú vagy több szólamú szösszenetek. Vannak belőlük könnyebbek, nehezebbek, ezt akár a heti próbáitokba egy 10 perces, negyedórás blokkba beletehetitek, hogy de jó, akkor kísérletezzünk ilyenekkel, nézzük meg, hogy szólnának a hangjaink, hogyha elkezdenénk a több szólamokkal kísérletezni. Lehet ez egy ilyen kis belső kihívás a zenekar számára. És egyébként is hallgassatok menő, jól megírt kórusos zenéket, mert ezáltal megtapasztalhatjátok, hogy néhány jól kitalált és jól elénekelt hanggal is csodákat lehet művelni. Itt van például ez az Eric Whitaker darab. És mutatok egy másik tisztán énekes megszólalást is. Ezt a felvételt hallgatva át is tudok kötni a következő aspektusra, amit meg szeretnék említeni. Sokszor előfordul, hogy énekeljük a dalt, jönnek ki a hangok a torkunkon,
de nem éljük meg azt. Nem vagyunk benne, nem töltjük meg magunkkal. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy valóban akarjatok közölni a szolgálatotokkal, ne csak úgy kijöjjenek belőletek a hangok, hanem jelentsenek is valamit, próbáljátok megélni azt, amiről énekeltek. Ehhez jó eszköz lehet, hogyha az alkalmaitok előtt leültök és imádkoztok a dalszövegekkel. Megpróbáltok megkeresni, hogy nektek mit jelentenek azok a sorok, a ti életetekben hol van ennek a helye, és ez alapján mit akartok képviselni vagy közölni ezzel. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. A szokásos kiköszönés előtt hadd kérjem, hogy ha vannak jó példáitok a kapella, a tisztán énekes zené megszólalásokra, akkor osszátok meg ezt velem és azáltal mindenkivel a komment szekcióban, hogy együtt tudjunk épülni és gazdagodni. Ha tetszett a témafelvetés, akkor kérlek, hogy osszátok meg ennek a videónak a linkjét barátaitokkal, ismerősétekkel, zenekarostársaitokkal, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra YouTube-on. És tudjátok, a szemüveg nem jó hallásra, viszontlátásra.